Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A missziós háznak a kertjében, a épület mellett most kitettük egy mosógépet, ami már nem használható, tönkrement. Helyette kellett egy másikat szereznünk. És ahogy azt kivittük és oda tettük, valaki kérdezte tőlem, hogy azt miért van ott. Mondtam, hogy kívülről nagyon szépen néz ki, természetesen mondom, az már nem működik előképpen, ezért van odakint. Ha szeretne, akkor el lehet vinni. És azután gondolkodtam egy kicsit, hogy ez a mosógép mit csinál egyébként. Mi valamennyien tudjuk, hogy mit csinál a mosógép. Tehát beletesszük a ruhát és megfelelő mosószereket tesszük bele, meg vizet, meg illatosítószer, meg egyebeket, és azután magától azt forgatja, meg mindenféle csinál oda bent, piszkos ruhát egy idő után, ugye úgy lehet beállítani, kiveszük, és tisztán kapjuk. Egyébként így van a mi életünkben, és a problémái. Na, vannak emberek, akik a probléma elől menekülnek. Nem is szembenéznek, hanem problémamentes életet akarnak élni, de az maga probléma egyébként, mert az nem lehet, az egy utópia. Problémák, meg ezek nehézségek életünkben akadnak, ettől nem lehet menekülni. A problémák, a nehézségek, minden ilyen dolog az olyan, mintha a mi életünk betennénk egy mosógépbe. A problémák olyan, mint a mosógépben zajló dolog. Ezek után erősen, tisztán, szebben jövünk ki, mert a problémák, a nehézségek kihozzák belőlünk a legjobbat. Akkor az nehéz, akár a ruhának is nehéz, de ha nem teszik be, akkor az piszkos marad. Ha pozitívan nézzük a problémákra, meg a nehézségekre, akkor az egy lehetőség számunkra. Egy olyan ember számára, aki pozitívan tekint rá. Ezért nem kell állandóan problémáktól menekülni, meg távol tenni, a problémamentes életet élni, úgy nem is lehet, inkább pozitívan nézzük, és azután neki megyünk, akkor a problémák elfutnak tőlünk, mi meg erősen jövünk ki belőle, még tisztábban, meg jóban, szebben. Mert minden probléma és nehézség tanít bennünket valamire. Ez gazdaggá teszi az embert. Szép napot kívánok!